Megnyílt Kovács Ferenc megyei Babits és Príma díjas festőművész tanár 93. kiállítása Bonyhádon. Az ember és a természet, ezt a címet választotta a művész, akinek festészetére hosszú pályafutása alatt a környező világ s benne az őt körülvevő természet és emberi kapcsolatai egyaránt hatással voltak. A tárlat visszaemlékezés a szülőföldre, a barátokra és szeretett feleségére. Bizonyos mértékig visszaemlékezem. Visszaemlékezem arra boldog gyermekkorra, ahol én éltem. Hát mondhatom, hogy 18 éves koromig a természeti környezetben éltem, vízben leszülettem, és az örök életemben meghatározza a tevékenységemet is. Sokfele jártam a világban, és hagytam, hogy a természet hasson rám. És mind érzelmileg, mind lelkileg én nagyon befogadtam. Hagytam, hogy a festészetemben is ez jelentkezzem. Azután emlékezem a barátaimra, azokra, akikkel 17 évig augusztus 20-a körül együtt töltöttük Badacsony-Tomajba az augusztus 20-ai ünnepeket helyesebben. Hát ott úgy volt, hogy a Sanyi barátom az Isten ilyen főzött, a Tóth Laci barátom, aki a tanya volt, az meg Isten ilyen mosogatott, én meg festegettem. Tulajdonképpen egy emlékkiállítás lett belőle, mert a 2023-as év nem, hogy is igazán jól sikerült, hát életem legtragikusabb éve lett ez a 2023, és úgy gondoltam, hogy emléket állítok a feleségemnek. Többek között e két világ, két kép, tájkép is egy emlék. Ez volt a Lienzi Dolomitokban az utolsó kettesbe töltött kirándulásunk. Majd a Dastein is, többször voltunk Dasteinben, de ketten csak egyszer, úgyhogy Hallstattot annak szántam. És van ott elől két virág, egy írisz és egy krizantém. Azzal is emlékezem a feleségemre. Akkor még nem tudtam, amikor elvállaltam a kiállítást, hogy krizantémot is ki kell majd raknom a falra. Kiraktam. A 87 éves festőművész új utakat is keres az alkotásban. Az utóbbi időben, ahogy rácsodálkoztam a legújabb képeimre, akkor észrevettem egy olyan különleges jelenséget, amit hamarabb nem. Ez volt az úgynevezett pareidólia. Ez azt jelenti, hogy látni a képen, vagy a kint, a természetben egy olyan jelenséget, ami nincs ott. És amikor a képeken ezt észrevettem, az tudat alatt jelentkezett mindig, és azt hagytam érvényesülni. De akkor, amikor ilyen nehéz pandémiás év volt, időszak volt, a feleségem meg fekvőbeteg, akkor hát nem nagyon tudtam festeni, mert padlásszoba a műtermem, és a feleségem mindig félt, hogy leessem a padlásrépcsőről. És akkor olyan traumás időszak volt. Nem működött a képzőművészeti köröm, amelyet hát idestóva már 1970 óta irányítottam. És akkor úgy döntöttem, hogy írok. Kézzel. Volt egy A4-es méretű, keményfedelű mappám, és abba elkezdtem írni az életem pozitív eseményeit, és az életem humorosabb oldalát. És azt hiszem, ez az írás úgy alakult, hogy A4-es méretben a 300. oldalnál tartok. És ez egy olyan jó terápia volt, hogy talán ennek a segítségével tudtam méltósággal
elfogadni az elfogadhatatlant. És ezért lett tulajdonképpen egy emlékkiállítás ez, és valahogy egy gyógyír ez nekem a sok-sok trauma mellett. Kovács Ferenc Nagy Dorogon kezdte tanári pályáját, majd Bonyhádra került. Keze alatt általános és középiskolások százai sajátították el az elméleti és technikai tudást. 68 éves művészetpedagógiai pályájának utolsó állomása a helyi művészeti kör vezetése volt. Ezt a feladatot tavaly adta át utódjának. 1972-ben Tolnamegye vezető rajz- és művészettörténet szakfelügyelője lettem, ami 34 évig tartott. Több száz tanítványom volt, de rengeteg. Tanítottam óraadóként a főiskolán Szekszárdon. Tanítottam óraadónként az egyetemen, és az utolsó 5 évemet pedig itt a Bonyhádi gimnáziumban művészettörténetet. Hát ez egy csodás év volt, mert az alatt, az 5 év alatt, míg én itt tanítottam, több mint 60-an érettségiztek művészettörténetből. És ez egy nagy szám. És imádtam a pedagógiát, művészetpedagógiát, mert ez annyira csodás, és a gyerekek annyira szeretik, annyira szerették, hogy nekem az élet teljességét jelentette. Ez a kettő, hogy azt csinálhattam, hogy művészetpedagógia és festészet. Ez tulajdonképpen teljesítette azt, amit én fiatal koromban terveztem. Több pedagógus kolléga egy traumával fejezi be pedagógiát, pedagógiai tevékenységet. Én valahogy úgy voltam, hogy amikor a gimista fakultációs osztály 2008-ban 4 osztályból tevődött össze a leánycsapat, 16-an voltak. Hát nyilván hozzám nem jöttek szerenádozni, mert 4 osztályból mind a 4 osztály oda nem jön, de másnap megjelent délelőtt 16 lány, és ott énekelt az udvarunkba. És valahogy én olyan nagy boldogsággal hagytam abba a tanórai pedagógiát. Olvastam én egyszer, hogy aki tudja, az csinálja. Aki nem tudja, az tanítja. Nos hát, akkor én azóta egész életemben tanultam, és tanulok most is. Kovács Ferenc festőművész tanár kiállítása hétköznapokon október 27-éig tekinthető meg a Bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központban.